MTK-nak nagyon sokat köszönhetek, itt lettem felnőtt labdarúgóit, mutatkoztam be ugye az NB1-be, és hát egy olyan társaság, olyan baráti közeg alakult ki, ahova élmény minden nap bejönni, edzeni. Emlékezhetünk, milyen csalódottak voltak az MTK Budapest játékosai a Honvéd elleni Magyar Kupa elődöntő után, amikor is 11-esekkel végül nem mi jutottunk a fináléba. Jobban játszottunk, többet tettünk a győzelemért, meg is érdemeltük volna a továbbjutást az én véleményem szerint. Szóval ez tényleg a jövőre nézve, biztos most nagyon fáj, de a jövőre nézve ez egy pozitív löketet adhat, főleg a jövő évi NB1-es szezonra. Csupaszív játékosunknak igaza lett, hatalmas elszántsággal kerültünk vissza az élvonalba, és sokak meglepetésére a harmadik helyről várhatjuk a folytatást. Mezei, lövésre, Katonának, Katona, gól! Szeptember 23-án viszont Katona Máté, az egyik legjobb formában futballozó fiatal középpályásunk súlyos keresztszalagszakadást szenvedett, így az őszi szezon további részében csak a lelátóról nézhette társait, és természetesen nagyon megviselték a történések. Ugye egész nap próbáltam pozitív lenni, hogy nem, ez nem történik meg velem, ilyen nem fordulhat elő, aztán este, amikor az orvos közölte a rossz hírt, akkor eltört a mécses. Azt a pár órát a lefekvésig azt senkinek se kívánom, de aztán másnap már úgy ébredtem föl, hogy elkezdtük szervezni a műtétet, a gyógytornát, szóval csak arra összpontosítottam másnaptól, hogy minden rendben legyen a felépülésemet tekintve. A rehabilitációját végző több poszton is bevethető Katona Máté innentől már a Ferencvárosnál folytatja pályafutását. Mielőbbi felépülést és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk klubunk saját nevelésű játékosának.